Pajkai Múzeum nevében, Múzeumok éjszakája ezen rendezvényén. Ez egy igen érdekes kis program sorozatra sikeredett, ugyanis ugye most már megy odakint egy kisebb napbemutató, illetve kézműves foglalkozás is, de mielőtt belecsapnánk, egy-két szóban bemutatnám azért a klubunkat. Ez a klub ez 2 éve alakult Urkuton, és azzal a céllal hoztuk létre, hogy a csillagászati ismereteket, illetve a természettudományos ismeret terjesztését kicsit népszerűsítsük a megyében, illetve iskolákban különböző rendezvényeken jelenjünk meg, és ott is tartsunk különböző programokat, többek között meteorit bemutatókat, vagy érdekes csillagászati előadásokat. A mai este folyamán 3 ilyen előadást fognak meghallgatni tőlünk. Az elsőnek a címe a Csillagok háborúja és a csillagászat világa lesz. Erről azt kell tudni, hogy ez egy viszonylag szűz területnek számít. Magyarországon nem igen szoktak előadásokat tartani ilyen témakörben, ahol a fantasztikum világát és a tudomány, azon belül pedig a csillagászat világát próbálják összefűzni. A következő előadás, és szintén nagyon érdekes előadás lesz, ez a nagyvázsonyi meteoritról fog szólni, illetve annak megyénk történetében betöltött szerepéről, nem csak szerepéről, hanem arról a történelmi utazásról, melyet megtett az elmúlt évtizedekben, míg a végén lényegében vissza nem ért hozzánk, illetve mi is hoztunk belőle egy darabot, ezt majd a mikroszkópok alatt meg is lehet nézni. És az utolsó előadást egy külsős előadó fogja prezentálni, ez Charles Simonyi, az első magyar származású űrturistának lényegében az ajkai vonatkozásairól fog szólni. Ebbe sajnos nincs sok belelátásom az előadás tematikájába, de nagyon izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a 3 előadást érdemes lesz meghallgatni. Az előadások végén egy totót lehet majd kitölteni, 3 kérdésből fog állni ez a totó, és aki helyesen tölti ki, az bekerül egy kalapba, és a kalapból kisorsolunk 4 szerencsést, ez a 4 szerencsés pedig 4 meteorit szilánkkal, pontosabban 4 meteorit szilánkot fogunk kisorsolni 4 szerencsés között, és egy-egy meteorit szilánkkal térhet majd haza. Ezek mind földön kívüli eredetűek, illetve az előadások alatt, illetve után meg lehet majd nézni a kihelyezett meteoritjainkat is, lehet velük szelfizni, kézbe lehet őket venni, a sztereó, illetve a digitális mikroszkóp alatt pedig lehet majd őket tanulmányozni, érdemes, ugyanis ez európai szinten egy egyedülálló programnak minősül, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani a kedves közönségnek. Na, először is egy olyan kérdést tennék föl mindenkinek, hogy, illetve így a nézőközönségnek, hogy ki látta itt a Csillagok háborúját? Tegye fel a kezét. Ez nagyon jó arány. Jó, akkor az előadás alatt elhangzott helyszínek, illetve egy-két fogalom már nem lesz idegen a közönség számára. Hát lényegében, mint ahogy a bevezetőben el is mondtam, ez az előadás különleges abból a szempontból, hogy egy fantázia által alkotott filmet, egy úgynevezett űreposzt elemzünk ki úgy, hogy mindezt a csillagászatnak a tudomány területén keresztül mutatjuk be. Érdekes, olyan bolygókat válogattunk ki az előadáshoz, melyek a Star Warsban igen ismertek, de a Star Wars világában, illetve magában a filmekben kevés szó esik arról, hogy milyen eredetük lehet ezeknek a világoknak, vagy egyáltalán létezhetnének-e a valóságban. Vajon egy ilyen elrugaszkodott fantázia történetnek lehet egyáltalán valamiféle köze a valósághoz? Hát képzeljék el, hogy van. Ugyanis a film kapcsán rengeteg nézőben már több mint 30 éve kérdések fogalmazódtak meg. De nem csak kérdések, hanem ötletek is. Rengetegen ötleteltek a filmek kapcsán. Mióta 1977-ben az első Star Wars mozit bemutatták, azóta rengeteg technológiai áttörést, rengeteg felfedezést köszönhetünk a Csillagok háborújának. Na de nem közvetlen módon, hanem közvetett módon. Ugyanis azóta már fölnőtt néhány generáció, és bizony ezek a generációk, pontosabban ezek a férfiak és nők, akik jelenleg is a tudomány vagy egyéb területeken dolgoznak, bizony a Star Wars által kapott ihletet használják föl arra, hogy valami újat adjanak a társadalomnak, az emberiségnek. Mérnöki újítások, például új vakcinák vagy új gyógyszerek is születtek a Star Wars világához kapcsolódóan.
De nem csak a mérnököket, vagy a biológusokat, vagy az orvoskutatókat ihlette meg ez a világ, bizony a csillagászokat, fizikusokat, az űrkutatókat is megihlette, és hát bizony sok fiatalnak az elméjére most is hat. Sokan károsnak tartják ezt az űreposzt, és azt mondják, hogy ugyan már ez egy elrugaszkodott fantáziavilág. Nem. Én azt mondom, hogy nagyon fontos azt kiemelni, hogy egy nagyon színes univerzumról van szó, és hogyha az ember elolvassa ehhez a filmhez kapcsolódóan az adott könyveket, enciklopédiákat, netes forrásokat, megnézi az egyéb sorozatokat, mert most már vannak televíziós rajzfilm sorozatok, vagy animációs sorozatok is a Star Wars világához kapcsolódóan, rá fog jönni, hogy igazság szerint egy élő, lélegző univerzummal van dolgunk. És bizony ebben az élő és lélegző univerzumban is történnek időről időre dolgok, és bizony, hogyha jobban odafigyelünk, és mondjuk megnézzük ezt az érdekes kis csata jelenetet, néhány dolog föl fog tűnni. Ugye, hogyha a párbeszédeket nem vesszük figyelembe, hanem a robbanásokra, a csatazajra, a hajóknak a suhogására, a hajtóművek zajára koncentrálunk, akkor nagyon hamar eszünkbe fog, illetve pontosabban eszünkbe fog jutni, hogy igen, ezek a fantasztikus filmek, robbanások jellemzik őket, fénypázmák csapkodnak össze-vissza a filmben, illetve szinte mindig halljuk az űrhajóknak a haladását, vagy a hajtóműveiknek a zaját. Nos, igen, ez így van a filmek világában. Az egyik első ilyen film, ahol ez igen szépen megjelent, ez a Star Wars volt. És azóta bizony rengeteg ember úgy képzeli el a világűrt, hogy ilyen zajokkal van benépesítve. Hát sajnos, hogyha újra megnéznénk ezt a jelenetet, és a valóságba ültetnénk át, akkor nem így történnének a dolgok. Lényegében egy néma filmet látnánk. Minden néma és síri csöndben történik a világűrben. De miért? A világűr lényegében majdnem üres. Ez a majdnem üres, ezzel azért kell vigyázni, ugyanis a világűr nem teljesen üres. Ugye tudjuk, hogy nincs ott levegő, tehát lényegében vákum uralkodik ebben a térségben. Na de azért, mert nincs levegő, azért egyéb anyagok előfordulnak, gáz, por, illetve egyéb részecskék azért lebegnek odakint. De ettől függetlenül nincsen légkör, nincsen olyan anyag, ami a hangokat vezetni tudná. Még itt a Földön, ha mondjuk tapsolok egyet, azt a terem másik végébe is hallják, azért, mert a hanghullámok szépen tudnak terjedni a légkörön keresztül, de a világűrben nincs ilyen. Tehát lényegében ez egy nagyon nagy különbség, és ez bizony a gyerekeket meg tudja téveszteni. Vannak hiteles filmek is, ebből csak egy-kettő van, pontosabban egy kezemen meg tudom számolni, hány olyan hiteles sci-fi született a film történelem során, ahol tényleg néma síri csöndben zajlanak az űrjelenetek. Lényegében gondoljunk bele, ha visszanéznénk egy jelenetet, nem lenne élvezhető csatazajok, robbanások, sivítások, illetve állandó rádiózás a különböző harcoló felek között, tehát nem lenne élvezetes. És bizony a rendezők, illetve a filmkészítők azért építették ezt bele a Star Wars univerzumába. Tehát alapvetően a Star Wars világűr térsége, tehát kozmosza hangokkal van kitöltve, de a valóság nem így működne. A másik érdekesség a lézerfegyverek. Ugye sokszor halljuk, illetve látjuk őket, ahogy rombolnak, vagy éppen tárgyakat, bolygókat pusztítanak el. Az én kezemben is van egy ilyen lézer, láthatjuk is szépen a fénypázmát. Ha valaki jobban megnézi, lehet is nagyon halványan látni magát a lézer nyalábot, ahogy kicsap a lézerpointeremből. Nos, ha megnézzük a filmben ezeket a jeleneteket, zöld, lila, illetve különböző színekben pompázó lézernyalábokat láthatunk cikázni az űrhajók között, hát ez a valóságban szintén nem lenne így. Miért? A lézert ugyanis alapesetben nem látjuk, csak akkor látjuk, ha valamiről visszatükröződik. A Star Wars univerzumában azonban látjuk, de erre is van egy tudományos magyarázat. Most egy kicsit bele fogok menni egy technikai részletbe, ugyanis a Star Wars-ban látott fegyverek valójában képzeljük el, hogy nem lézerfegyverek, hanem forró plazmát kilövő fegyverek. Mi az a forró plazma? Lényegében felforrósított gáz. Ezt a felforrósított gázt pedig keresztül vezetik egy elektromágneses rendszeren, ahol a felforrósított anyagot fölgyorsítják egy hosszú csőben. A fölgyorsított anyagot pedig kilövik magából a fegyverből. Ehhez hasonló szerkezeteink nekünk is vannak, de nem olyan hatásfokkal üzemelnek,
mint például a csillagok háborújának a fegyverei. Hasonló elven működnek például az úgynevezett plazmahajtóművek is. És ilyeneket már-már néha-néha használunk mesterséges szerkezeteken a világűrben. De a valóság szintén nem ilyen. Tehát miért nem látjuk a lézereket? Azért, mert nincs közeg, melyről tükröződhetne. Miért látjuk ezt a lézert mégis? Ugyanis képzeljék el, hogy ez a zöld lézer úgy világít, hogy közben szépen lehet látni, remélem senkinek sem tükrözök a szemében, szépen lehet látni a porszemeket, ahogy átsiklanak a lézer nyalában. Tehát, hogyha van miről visszaverődni ennek a nyalábnak, akkor szépen láthatóvá válik, és egy úgynevezett lézerkard effektust láthatunk. Ha este itt maradnak a távcsőes bemutatón, ezzel akár 4000 méterig el tudunk majd világítani önöknek, és tényleg olyan érzés lesz, mint egy hosszú-hosszú zöld fénykarddal világítanánk. A valóságban pedig nem is láthatnánk ezt a nyalábot. Tehát a filmekben, amikor lézerfegyvereket látunk, nem így működik. A valóságban, ha lézerfegyvert használunk, egyébként vannak lézerek, lézerfegyverek, a valóságban is, de ezek a lézerfegyverek akkora teljesítményűek, illetve olyan nagyok, hogy nem férnek el például egy pisztolyban vagy egy ilyen pointerben, hanem legalább egy kamionnyi méretű helyre van hozzájuk szükség. Vagy esetleg repülőgépekbe építik őket. A 80-as években a csillagháborús projekt keretein belül az Egyesült Államokban fejlesztettek olyan lézereket, melyeket repülőgépekre építettek, és rakétákat semmisítettek volna meg velük. Sőt, léteztek olyan lézerek, illetve léteznek olyan lézerek, melyekkel keringő műholdakat lehet kilőni. De ott sem látjuk a lézernyalábot, hanem csak akkor látjuk a nyalábot, amikor visszaverődik. Tehát magát csak a pontot látjuk, ami szépen visszaverődik a céltárgyról. De a valóság nem ilyen. Ezt a kis kitérőt azért meg akartam tenni, azért is, hogy ezáltal jobban megérthessük, hogy hogy is működik valójában a világűr. A világűr egy ilyen szempontból egy kicsit unalmasabb hely, mint hogy a filmekben lefestik. No de hogyha egy kicsit szemügyre akarjuk venni jobban a csillagok háborújának a fantasztikus világait, először meg kell azt értenünk, hogy hogyan is születnek ezek a világok. Nos, azt tudjuk, hogy a bolygók, melyeket látunk a csillagok háborújában, ugyanúgy kell, hogy szülessenek, mint a való világban. A valóságban is a bolygók úgynevezett molekulafelhőkben, csillagködökben születnek meg. Ezekben a csillagködökben rengeteg hidrogén, illetve egyéb gázok találhatók, de leginkább hidrogén, illetve nyomokban, por formájában nehezebb anyagok is. És bizony-bizony, néha, amikor a köd mellett felrobban egy nagy tömegű csillag, és kicsit jobban összesöpri a ködnek az anyagát, akkor a köd egyes részei, úgy szokták ezt mondani a csillagászatban, hogy összeroskadnak, és amikor összeroskadnak a köd bizonyos részei, az történik, hogy a közepükön, ezekben a csomókban bizony csillagok alakulnak ki. Kialakul bennük egy pici őscsillag, egy úgynevezett protocsillag, és a csillag körül szinte az eseteknek a 60-70%-ában találni fogunk egy nagyon szép korongot, mely úgy néz ki, mint az itt látható nagyon szép grafikán is. Lényegében, ha valaki látta már például a Szaturnusz bolygót, de ha szerencsénk van, akkor az este folyamán fogjuk is, ugyanis a távcsőes bemutató egyik fő célpontja, naprendszerünk egyik legszebb bolygója a Szaturnusz, gyönyörű gyűrűjei vannak. Ugye a napnak is egy ehhez hasonló gyűrűrendszere volt, csak sokkal nagyobb méretekben, rengeteg port, illetve egyéb anyagot, jégszilánkot, gázokat tartalmazott ez a gyűrű, és úgy kell elképzelni, hogy ebben a gyűrűben bizony kisebb-nagyobb kőzett darabkák bukdácsoltak a nap körül. És bizony ezek a kőzett darabkák elkezdtek összetapadni, nagyobb kőzett darabokká, itt láthatunk például egy ilyen folyamatot. És bizony időnként, amikor összetapadt egy-egy nagyobb darabka, tovább keringtek a nap körül, még nem találkoztak egy nagyobb kőzett darabbal, melybe beleolvadtak, de nem csak beleolvadtak, beleütköztek. Az ütközés során rengeteg energia szabadult föl, ez az energia leginkább hő és fény formájában, de leginkább hő formájában sugárzódott ki. Fölmelegítette mind a két égitestet, és bennük lévő anyagokat megolvasztotta. Az ősbolygóink, többek között a Föld is, több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt, ezért aztán izzó gömböcskék, lényegében olvadék darabkák voltak, és bizony ebben az olvadékban a nehezebb anyagok, mint például a vas, elkezdtek lesüllyedni a földszerű bolygóknak a belseje felé.
Ezt úgy hívják egyébként idegen nyelven, hogy differenciálódás. Ezek az égitestek differenciálódtak, a bennük lévő anyagok elkülönültek, ezáltal rétegek jöttek bennük létre. Ezeket a rétegeket mai napig is ismerjük, a Földnek is van kérge, köpenye, külső magja, belső magja. És bizony a Star Wars világában lévő bolygóknak is valahogy így kellett létrejönniük. Viszont nagyon fontos, hogy a naprendszerek keletkezése után meg szokott maradni egy kis építkezési törmelék. A mi naprendszerünkben is találhatunk ilyen építkezési törmeléket a Mars és a Jupiter nevű bolygók között. Ebből az építkezési törmelékből itt az asztalon is található néhány darabka, például mindjárt mutatok egy 2 kg-os szaharai kőmeteoritot. Ez a meteorit, ez a földön kívüli kőzet, ami a kezemben van, ez is ebből a nagy építkezésből maradt ránk, ami több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt formálta, alakította ősi naprendszerünket. És bizony, hogyha járunk, kelünk a Star Wars univerzumában időről időre, bele fogunk mi is gabajodni olyan területekbe, ahol aszteroidákkal, kisbolygókkal fogunk találkozni. Ezek a kisbolygók nem mások, mint ebből a lényegében tervezői vagy alkotói folyamatnak a melléktermékei, mint ahogy mondtam már. Az egyik legismertebb ilyen helyszín a Csillagok háborúja világában az 5. részben található, 6 csillagrendszerében található aszteroidövezet. Az egyik kedvenc epizódom egyébként gyerekkoromban ez volt az első Star Wars rész, amit láttam, és nagyon nagy hatást gyakoroltak rám ezek a kis száguldozó krumplicskák odakint az űrhajó ablakán kívül. Bizony, gyermekként én is úgy gondoltam, hogy így kell kinéznie, igen, így kell festenie egy aszteroidövezetnek. A Millennium Falconnak pedig cikáznia kell a különböző kisebb-nagyobb kődarabok között, hogy el tudja kerülni az ütközéseket. Aztán felnőve változik a helyzet, az ember utánolvas bizonyos dolgoknak, és megváltozik a kép. No, de erről egyébként a hátbolygó, az a jeges jégvilág is tanúskodik, ahol a lázadók fölépítették titkos támaszpontjukat, hát ide menekültek a birodalom elől, miután elpusztították az első halálcsillagot, és egy nagyon érdekes bolygóról van szó. Lényegében az egészet jég fedi, egy globális jégkorszak tombol ezen az égi testen. De ha megnézzük a Hutt rendszer aszteroidáit, valami fel fog tűnni, az, hogy rengeteg van. Vajon a valóság is ilyen? A mi aszteroidevezetünk is ilyen lehet? Hát nem. A valóság nem ilyen. Valóban, ha visszamennénk körülbelül 4,5 milliárd évet az időben, körülbelül ilyen állapotokat találnánk az ősi naprendszerben is. De ez nagyon régen volt. Képzeljük el, hogy a valóságban egy ilyen aszteroida övezet néhány évszáz millió év alatt, sőt, egyes kutatók szerint néhány millió év alatt vagy összeütköznek ezek a kis kőzetdarabkák, melyek nagyon gyorsan száguldoznak és nagyobb égitesteket fognak fölépíteni, vagy addig bombázzák egymást, mert ezek nagyon gyorsan száguldoznak, lehet is látni, hogy a Millennium Falcon hogy kerülgeti őket, vagy addig bombázzák egymást, míg porrá örlik egymást a világűrben. Tehát ez a két leeshetőség áll fent a kutatók, a csillagászok szerint, illetve a fizika törvényei ezeket a lehetőségeket festik elénk. Akkor mégis miért látunk a filmben egy ilyen aszteroidövezetet? Ennek több oka is van, az egyik, mert baromi látványos. Komolyan. Most gondoljuk el, hogyha a valóságot jelenítette volna meg a rendező, pontosabban a Star Wars-nak a stábja, akkor mi lett volna? A valóságban úgy történt volna, hogy két aszteroida között akár 800 ezer kilométer is van, tehát ekkora távolságok, és a valóságban akár sok esetben napokig, egy normál űrhajóval napokig vagy hónapokig is utazhatnánk egy-egy aszteroida között, mire egyiktől a másikig elérnénk. És a valóságban nem kell így őket kerülgetni, ugyanis a valóságban ezeknek az aszteroidáknak a Mars és a Jupiter között már megvan a helyük. A valóságban egy olyan idős naprendszer, ahol egy olyan bolygót találhatunk, mint a Hutt, melyen komplett életformákat látunk, a valóságban nem lehetséges, ugyanis a Hutt már egy idős bolygó, árulkodik róla az élővilága is. Tehát a Hutt-nak az aszteroidövezetével valami nagyon-nagyon-nagyon nincs rendben. Hát ugye erre több elmélet is született. Az elsőt, ez egy ilyen kis vicces kép, ez a negyedik részből van, ez az egyik kedvenc jelenetem a negyedik részben, amikor az Alderaant a halálcsillag elpusztítja. Ez az első élesebb, illetve éles bevetés, amikor lakott bolygóra vetik be, és elpusztítják magát a bolygót, és az utolsó is
ennél a halálcsillagnál. Miért vágtam be ebbe a diába? Hát azért, hogy az egyik lehetséges elméletet tudjam boncolgatni, na de nem az, hogy a birodalom pusztította el a hát aszteroidáit, és azért bolyonganak össze-vissza a hát bolygórendszerében, ez nem így van. Itt láthatunk egy másik képet is, ha megnézzük, itt egy szétporladó, széteső bolygót láthatunk, mely több darabra esik, melyből egy-két darab próbál pályán maradni, nem elszakadni, hogy később össze tudjanak állni, de alapvetően szétbombázta egy másik égitesttel való ütközés ezt az égitestet. Nos, a csillagászok szerint, pontosabban azok szerint a csillagászok szerint, akik kockák és szeretik a Star Wars-ot, ők azt mondják, hogy vagy az lehetséges, hogy nem is olyan rég, mondjuk néhány évezreddel, vagy néhány tízezer, néhány százezer évvel a Star Wars eseményei előtt egy másik civilizáció elpusztított a rendszerben egy bolygót, vagy szétbombázták mesterségesen, tehát elpusztították. Nem a halálcsillaggal, egy másik szerkezettel, vagy más módon, más technológiával, és ezért van az, hogy még nem tisztult ki a hát csillagrendszerében lévő aszteroidevezet, míg a Föld, tehát a mi naprendszerünkben már kitisztult az aszteroidevezet, és viszonylag fix pályákon keringenek ezek az aszteroidák, és csak ritkán, nagyon ritkán, körülbelül 100 millió évente veszélyeztetik csak a földi életet, ilyen legutóbb amúgy 65 millió évvel ezelőtt volt, erről a dínók nagyon sokat tudnának nekünk mesélni, de nem fognak. Szóval a lényeg, hogy 65 millió évvel ezelőtt is történt egy ilyen a mi földünkkel, és képzeljük el, hogy mióta létrejött a hátnak ez az aszteroidövezete, azóta a hát bolygót folyamatosan bombázások érik. És akkor érünk el odáig, hogy megértsük, ugye meséltem már arról, hogy a háton nagyon érdekes élőlények laknak, ez a nagyon kedves kis élőlény, a vampa, szerintem nagyon kedves, ugye? Ilyen kis érdekes kis ábrázata van, és ilyen nagyon kedves élőlényekkel, tauntaunokkal táplálkozik, vagy ezekkel is táplálkozik. No, de nem csak ilyen élőlényeket találunk ám a hát bolygón. A valóságban még növényi élet is maradt a bolygón. Ugyanis a Star Wars egyes részeiben, pontosabban, ha enciklopédiákat nézünk, illetve egyéb tudástárakat, akkor rájövünk, hogy egyes helyeken még mohák és zúzmók is vannak, és ezek a tauntaunok ilyesmit legelnek. Tehát van egy bizonyos szintű tápláléklánc. De miért akarok én erre kitérni az élőlényekre az adott bolygón? Hát ugye előbb mondtam, hogy idős már a hátnak a bolygórendszere, és abból is látszik, hogy ezeknek a többsejtő élőlényeknek, tehát amik nem baktériumok, vagy nem kisebb élőlények, bizony idő kell, hogy kifejlődjenek. A mi földünkön majdnem 3 milliárd éven keresztül csak egysejtő élőlények, tehát kis, pici mikroszkopikus élőlények hemzsegtek az óceánokban, és csak azután körülbelül 600-700 millió évvel ezelőtt jelentek meg az olyan élőlények a kambrium időszakánál, melyek már szabad szemmel láthatóak voltak, és bizony újabb évszázmilliókra volt szükség, hogy az olyan élőlények megjelenjenek, mint például a jeges macik, amik leginkább a vampákra hasonlítanak. Nos, ebből is látszik, hogy a hátnak az aszteroidövezete nem lehet idős. Tehát vagy elpusztította egy másik civilizáció, ugyanis tudjuk, hogy a Star Wars világában a rengeteg civilizáció élt, illetve működött már a Star Wars-nak az eseményei, tehát a Yavinni csata előtt is, és ezért aztán elképzelhető, hogy elpusztították. De a legvalószínűbb magyarázat, és ez a Star Wars világában is működhet, és azt a tudomány is mindig ezt teszi alapul, hogyha egy kérdésünk van, mely megválaszolatlan, általában, ha több lehetőségünk van, mindig a legegyszerűbb megoldás a helyes. És ez esetben is az lehet a legegyszerűbb megoldás, hogy esetleg a hát bolygó rendszerében egy bolygó esetleg instabil pályán keringett a hát napja körül, kitért a pályájáról, és összeütközött egy másikkal, elég gyorsan, elég nagy energiával, széttört a két égitest, és ilyen szilánkokat hagyott maga után. És amikor a lázadók beteszik a lábukat a hát rendszerben, az a folyamat, mely megtisztítja végül a hátnak a csillagrendszerét, tehát az összes aszteroida vagy összeütközik, vagy beleütközik a többi bolygóba, vagy nagyobb égitesté áll össze, az még nem ért véget. Tehát lényegében egy kozmikus folyamatba csöppennek bele, és azért kell lavírozni a Millennium Falconnak a kisbolygók között. Tehát ez nagyon érdekes ebből a szempontból. És lényegében el is értünk ahhoz,
hogy a Hutt az egyik legérdekesebb helyszín, pontosan ezért a Star Wars világában. Másik érdekesség, hogy miért lehet jeges a Hutt bolygó. Ez nagyon érdekes, összefüggés van. Komolyan mondom, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy az aszteroidák, és pontosabban a Hutt bolygó aszteroidái és a Hutt bolygó klímája, jelenleg az a klíma, amikor éppen a lázadók létesítik a bázisukat ott, összefüggésben áll, ugyanis mi történik az ötödik rész elején? Luke elmegy megnézni egy potenciális meteorit becsapódást, ugye? Biztos sokan emlékeznek rá, hogy elmegy a Tauntaunján, mert mondja, hogy látott egy meteorit becsapódni, pontosabban egy meteoritot becsapódni. Sőt, amikor közeleg a birodalmi flotta, akkor az egyik katonai vezető a lázadók között azt mondta, illetve azt mondja, még a flotta megérkezés előtt, hogy bajos lesz érzékelni ilyen erős meteor tevékenységben, hogyha hajók közelednek. Tehát mit szűrünk le ebből? Hogy a lázadók tudják jól, hogy a Hutt-ot állandóan bombázás alatt tartják a Hutt csillagrendszerének az aszteroidei. Mit jelent ez hosszú távon? Gondoljunk bele. Meséltem arról, hogy a mi bolygórendszerünkben a Földet átlagosan 100 millió évente éri egy olyan becsapódás, mely globális katasztrófát okozhat. Legutóbb 65 millió évvel ezelőtt egy 10 kilométeres test csapódott be a Yucatán félszigetnél, és törölt el a dinoszauruszokat, hála az égnek. De, mert akkor most nem lennénk itt, és nem tudnám ezt az előadást leadni, hogy ez nem történt volna meg, úgyhogy nagyon örülünk neki. Így van, és nem született volna meg a Star Wars, vagy Geek Wars lett volna helyette. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy ez megtörtént. De gondoljuk el, hogy a Hutt csillagrendszerében nagyon szépen kifejlődnek ezek az élőlények, évmilliárdokon keresztül fejlődnek, és egyszer csak elpusztul a Hutt rendszerében az a bolygó, melyből létrejön a Hutt aszteroidövezete, és elkezdi bombázni jó nagy kődarabokkal ezt az égitestet. Mi történik? Hát az első néhány becsapódás után annyi por és hamu kerül a Hutt-nak a légkörébe, hogy lényegében egy úgynevezett nukleáris tél, egy nukleáris tél időszakát hozza el a bolygónak az életében, és mivel sűrűen fordulnak elő ezek a becsapódások, mire kiürülne a bolygó légköréből az a por, mely visszatartja a napsugárzást, ezáltal hűti a bolygót, és egy globális jégsapkát, egy globális jégkorszakot hoz létre, ehelyett ez állandóan ismétlődik. Miért? Mert természetellenes módon elpusztult egy bolygó, és a szilánkjai állandóan záporoznak, és port juttatnak a bolygó légkörébe. Ugyanez 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszoknál is megtörtént, és mi történt velük? Kipusztultak. Pontosan nem mind pusztultak ki, a madarak életben maradtak, illetve voltak olyan élőlények, melyek strapabíróak voltak, és hála az égnek a mi őseink is, egy nagyon kedves kis rágcsálók köztük voltak, és bizony a Hutt bolygón is csak azok az élőlények maradtak életben, melyek már eleve az arktikus éghajlathoz, tehát a sarkvidéki éghajlathoz alkalmazkodtak. Ilyen a Tauntaun, illetve ilyen a Wampa is. Más élőlényekről annyira nem esik szó a Star Warsban, amik a Hutton laknának, de a Star Wars világában számos olyan bolygót láthatunk, ahol hasonlóan sarkvidéki környezetben akár intelligens élőlények is élnek. Tehát mi történt itt? A legalkalmazkodó képesebb élőlények maradtak csak életben, és addig, míg nem tisztul ki a Hutt bolygó rendszere, addig bizony ez a globális jégkorszak ki fog tartani, és bizony addig mélyhűtve tartják a Hutt bolygót. Tehát lehetséges, sőt biztos, hogy a Hutt azelőtt, a katasztrófa előtt, mielőtt létrejött az aszteroidövezete, ahhoz hasonló bolygó lehetett, mint például a mi Földünk. Tök durva, nem? És ilyen apróságokból erre lehet következtetni. No de, van még egy még érdekesebb és elvontabb hely a Star Wars univerzumában. Nagyon kevesen találják csak ki, hogy melyik az a bolygó. Hát ez a Naboo. Az egyik legszebb, legfestőibb tájakkal megáldott bolygó az egész Star Wars univerzumában, és a legtitokzatosabb és a leglehetetlenebbek közé tartozik. És ő a leglehetetlenebb. És ebben mindjárt bele is fogunk menni. Csak nézzük meg ezt a két képet. Mit láthatunk? Gyönyörű vízfelületeket, hegyeket, vizeséseket, ugye milyen festői szívesen laknánk ott. Rengeteg emlős él ezen a bolygón, illetve egy bugyuta fa is él, melyet úgy hívnak, hogy Gangenek, akiket én annyira nem szeretek, illetve van egy bugyuta tag közöttük, akit úgy hívnak, hogy Jai Jar Binks. Na hát őt nagyon ki lehetett volna hagyni a Star Wars világából, de sajnos nem hagyták ki. Viszont a Naboo-t hála az égnek beemelték.
és megteremtették az ezzel az egyik legtitokzatosabb bolygót az egész Star Wars univerzumában. Ha megnézzük ezeket a jeleneteket, azt láthatjuk, hogy valójában tényleg a titok a felszín alatt rejtőzik, tehát le kell merülnünk, le kell buknunk a Naboo-nak a felszíne alá ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy lényegében miért ez a legtitokzatosabb bolygó, és miért a leglehetetlenebb bolygó az egész Star Wars univerzumában. És sokáig nem tudtam, de gyerekként, amikor beültem a moziba 1999-ben, és megnéztem, csak ámultam, bámultam, nagyon tetszett a Star Wars, nagyon tetszett az első rész is, kivéve Jar Jar-t, és lényegében akkor még én sem sejtettem, hogy miért ez a leglehetetlenebb. De egyébként sok rajongón sem tudja, hogy miért ez a leglehetetlenebb bolygó. Hát azért, mert mit mond az egyik jelenetben a Gangeneknek a vezetője? Hogy a maxi sürge út a Naboo-hoz keresztül megy a bolygó mag közepen át. Ezt gyerekként nem tudtam vele mit kezdeni, mi le fognak menni a magba, és akkor ott majd a képlékeny anyagban fognak úszkálni, és majd jól megsülnek. Valami ilyesmit gondoltam magamba, de nem így volt. Lementek a bolygó magjába, átvágtak a bolygó magján, és kibukkantak a Naboo-nak a városánál, Teeth városánál. De miért, és hogyan, és ezt hogy tudták megcsinálni? Hát a valóságban képzeljük el, hogy ezt a jelenetet nem tudnánk felvenni, illetve ilyen élőlények, több száz vagy több tíz méter hosszú élőlények sem élhetnének a Naboo-nak a föld alatti, pontosabban felszín alatti óceánjaiban, ugyanis úgy kell elképzelni a Star Wars világában a Naboo-t, hogy az egész olyan, mint egy szivacs. Úgy képzeljük el, mint egy szivacsot, melyet víz tölt ki belülről. És a szivacsnak maga a falai összetapadt kődarabok, óriási, esetenként több száz vagy több ezer kilométer hosszú szikladarabok, melyeket a gravitációs erő tart össze. A valóságban azonban ez nem így működne. És miért nem? Ugye tanultunk már az előbb arról, hogy a bolygó keletkezés az úgy történik, hogy ugye összetapad a por a bolygók keletkezése során. Miután összetapadt a por, és még több becsapódás éri, illetve a belsejében rengeteg úgynevezett radioaktív elem elkezdi fölfűteni ezeknek a úgynevezett bolygócsiráknak, más néven planetezimáloknak a belsejét, bizony-bizony a fűtés, illetve a bombázások hatására az egész megolvad, és ugye már mondtam, hogy a nehezebb elemek lesüllyednek a magba, és bizony egy jó ideig nem szilárdul meg a külső kérge ezeknek az égitesteknek. De a Naboo esetében azt látjuk, hogy ez nem történt, meg ott csak szépen összetapadtak ezek a kődarabok, és létrehozták a bolygót, és bum. De nem, ez így nem lehetséges. Ezen az ábrán láthatjuk például a Naboo-nak a kérgét. És itt is láthatunk nagyobb barlangokat. Tehát a valóságban minél lejjebb mennénk a Naboo belsejébe, tehát a bolygó mag közepéhez, annál nagyobb nyomás uralkodna. A kövek, illetve a kövek fölött elhelyezkedő víz, illetve a víz fölött elhelyezkedő légkör, annál nagyobb nyomással nyomná a többi réteget lefelé. És mi történne a bolygómagban? Összeomlanának ezek a barlangok. Valóságban barlangokat, üregeket, ekkor üregeket mélyen a bolygó köpenyében, vagy külső magjában, vagy magjában nem találhatnánk. Esetleg a kérgében találhatnánk ilyen barlangrendszereket, de nem ekkorákat. Tehát a valóságban össze kéne omlaniuk, és a víznek föl kéne áramlania. Tehát egy úgynevezett differenciálódásnak, elkülönülésnek itt is végbe kéne mennie. De föltetjük a kérdést, hogy ez miért nem történt meg, miért nem differenciálódott a Naboo annak idején, amikor létrejött az úgynevezett proto-Naboo, tehát az ős Naboo bolygó. Nem tudjuk, van rá egy olyan elmélet a Star Wars-ban, hogy egyszerűen csak összetapadtak ezek a kőzett darabok, és volt köztük vízjég, ebből később létrejöttek a Naboo-nak a föld alatti vízforrásai, de ez valóságban nem így történt. Pontosabban nem szabadott volna így történnie, ugyanis ha így történik, ahogy a Star Wars-ban emlegetik, akkor nem lehetne sem légköre ennek a bolygónak, illetve sem mágneses tere. A valóságban a Naboo, ha így keletkezett volna, akkor egy élettelen golyóbb is lenne, körülbelül úgy néz neki, mint a Holdunk. Egy légkör nélküli, halott, sivatagos égitest. Ehelyett zöldebb és szebb, mint a Föld. Tök durva. Ez nem így van. Miért?
Ugyanis a légkör az úgy jön létre a földtípusú bolygók esetében, hogy amikor megtörtént a differenciálódás, és még nagyon fiatal a bolygó, nagyon aktív rendszerint, és rengeteg, nagyon nagy a vulkanikus aktivitása, rengeteg vulkán működik a felszínén, és bizony ezek a vulkánok rengeteg gázt okáznak ki. Ebben a gázban amúgy vízgőz is van. És ez a gáz bolygó gravitációs terének hála, mert általában nagy a gravitációs tere ezeknek a földtípusú bolygónak, legalábbis a Földnek igen, mert nagy is a tömeg, a legnagyobb tömegű földtípusú bolygó a naprendszerben. Ez a gravitációs tér megtartja ezeket a gázokat, és létrehozza az első légkört, ősi légkört. A másik, ami nagyon fontos, a mágneses tér. Miért olyan fontos? Az iránytűink miatt azért, hogy tudjunk tájékozódni? Nem. Az csak egy mellékes dolog. A valóságban a Föld mágneses tere egy sokkal fontosabb funkciót tölt be, mégpedig azt, hogy megvédi a földi életet. Tehát egy földtípusú bolygónak a magjában, pontosabban a külső magjának, folyékonynak, vagy legalábbis képlékeny állapotban kell lennie, ezt a radioaktív elemek bomlása is, a tórium, illetve az uránnak a bomlása is létrehozza, és bizony egy aktív mágneses tere, úgy kell elképzelni amúgy, a külső magját a Földnek, mint egy óriási dinamót, mely szépen cirkulál, mozog, forog, szépen körbe-körbe a belső mag körül, és bizony ezek az áramlatok, melyekben rengeteg fémet, vasat és nikkelt találunk, illetve egyéb anyagokat, nehezebb anyagokat, bizony létrehoznak, indukálnak egy nagy mágneses teret. És ez a nagy mágneses tér a napból jövő sugárzást, illetve nem csak a napból, más csillagokból jövő sugárzást, káros sugárzásokat, melyek elpusztítanák alapesetben a Föld életet, kivédik. Ez olyan, mint egy erőtér a Star Wars világából, ugye? Csak ez egy természetes erőtér. Ezt a valóságban nem látjuk. Ezen hátlövünk egy rakétát, áthalad rajta. Tehát ez a valóság, és a valóságban a Nabunak pont ezért nincs mágneses tere. De akkor hogyan lehetséges ez az egész? Tehetjük fel a kérdést. Ugye a valóságban el kellett volna olvadnia a Nabunak az alkotó elemeinek, nem történt meg. Akkor mi? Mi lehet a megoldás? Nagyon érdekes a megoldás. És ez már nem csak a Star Wars, tehát ez már nem a Star Wars rajongók világához kapcsolódik. Ugyanis az előadáshoz kisebb kutatást végeztem, és elkezdtem nézegetni a Star Wars enciklopédiát, illetve utána olvasni az angol szakirodalomban annak, hogy létezhetette a Nabun előzőleg egy intelligens civilizáció. És létezett. A filmben végig ott vannak. Ők. Ott vannak. Úgy emlegetik őket, hogy ősök. Nagyon érdekes. Ez olyan Erik von Denikenesen hangzik, tudom, olyan durván, de nem. A Star Warsban bármi lehetséges, így aztán ez is lehetséges, hogy egy bolygón két intelligens faj élt párhuzamosan, a Gangenek még nagyon ősi állapotban voltak, amikor egy igen fejlett civilizáció az ősök egy hüllőszerű, ám de emberszerű élőlényekből álló populáció, tehát egy civilizáció élt ezen a bolygón. Most már csak az épített emlékeiket, szobraikat láthatjuk szerte széllyel szorva a bolygón, viszont nem tudjuk, hogy milyen fejlettségi szinten álltak, csak annyit tudunk, hogy a Gangenek nem igen kedvelték őket, mondjuk ők amúgy nagyon nem kedvelnek senkit se, szóval ilyen elég bumfordi egy népség, nem is kell velük foglalkozni. Lényegében tudjuk, hogy nem bírták őket, azt nem tudjuk, hogy miért, viszont lehetséges, és ez már az én elméletem, hogy ez az ősi civilizáció megépítette lényegében a Star Wars univerzumában a leghatalmasabb mesterséges égitestet. Ugye, ha a mesterséges égitest jut eszünkbe a Star Warsba, mi ugrik be? Ez az, a halálcsillag bizony. Az első halálcsillag durván olyan 120-150 km átmérő volt, a második halálcsillag, melyeket az Evok Hold körüli pályán kezdtek el építeni, ha jól emlékszem, az bizony, az már majdnem 900 km átmérő lett volna, ha nem pusztítják el a gonosz lázadók. Szóval, igen, gonoszak, úgyhogy Claudia ezzel nincs mit tenni, ők gonoszak. Szóval, ha a gonosz lázadók nem pusztítják el a birodalom halálcsillagát, akkor bizony rend lett volna a galaxisban, de nem ez lett a leghatalmasabb mesterséges szerkezet a Star Warsban, hanem a Nabu. Ugyanis a Nabu ellentmond a fizika általunk ismert törvényeinek. És ha intelligens életformákat szeretnénk keresni, és ez már a való világ,
a mi galaxisunkban és galaktikus környezetünkben olyan anomáliákat kell keresnünk, melyek nem sorolhatóak be a természetnek a természetes működési rendjébe. Tehát ha valami olyasmit találunk, ami úgymond, ami alól kilóg a lóláb, akkor ott már érdemes kicsit jobban kutakodni, mert lehetséges, hogy egy olyan civilizációval van dolgunk, mely már úgynevezett Kardashev-féle galaktikus civilizáció. Volt régen egy beosztás, egy szovjet, pontosabban egy orosz csillagász találta ezt ki, és több típusba sorolta a civilizációkat, és volt egy úgynevezett kategória, a galaktikus civilizáció, mely már, illetve a galaktikus civilizáció előtt egy olyan civilizáció, mely az egész naprendszerének az anyagát tudta hasznosítani, és elbontotta a bolygóit egy építkezés során, és egy gömböt épített belőle. Egy ilyen civilizáció, mely mondjuk fölkereste a Nabu-nak az ősi rendszerét, létre tudott hozni egy ilyen égi testet. Tehát lényegében valahogy össze tudták hordani a Nabu-nak a kődarabjait, össze tudták rakni, tudtak üstökösökből vizet is hozni, és a bolygó magjában lehetséges, hogy elhelyeztek valamilyen szerkezetet, melyel egyben tartják a bolygót, melyel mágneses teret indukálnak a bolygó számára, és melyel valahogy talán, de csak talán, a bolygó anyagában, illetve vizeiben található anyagokból létre tudták hozni a bolygónak az ősi légkörét, melyet később terraformáltak, tehát földszerűvé alakítottak. Na, az elég nyakatekerten hangzik, de egy ilyen civilizáció számára egy Nabuhoz hasonló mesterséges égitest megépítése már nem lenne probléma. Viszont a Gangenek, ez a bunfordi népség biztos, hogy nem tudná megépíteni, nem is álltak olyan technológiai szinten, hogy ilyesmit kivitelezni tudjanak. Annyit tudunk róluk, hogy egyébként a Gangen navigátorok évszázadok óta járják a Nabu-nak az ősi víz alatti, pontosabban föld alatti óceánjait, de azt nem tudjuk, hogy mennyit derítettek föl belőle. Úgyhogy lehetséges, hogy a távoli jövőben egy Gangen véletlenül oda téved ahhoz a generátorhoz, mely éppen a Nabu-nak a mágneses terét állítja elő, és melyet talán az ősök hagytak ott néhány százezer vagy néhány millió évvel ezelőtt. Nem tudjuk pontosan. Minden esetre ezért a Nabu a legérdekesebb bolygó az egész Star Wars univerzumában. De van egy égitest, melyet szerintem elég sokan ismerünk a Star Warsból, és ez pedig a Tatooine. Nos, aki Tunéziában jár, el is látogathat a Tatooine-ra, meglátogathatja. Két napot nem fog látni, napnyugtakor, az igen sokat kéne innia, hogy kettőt lásson a napból, de sikerülhet. De vajon a valóságban létezhet? Láthatná-e Luke ezt a csodálatos kettős naplementét? Hát képzeljük el, hogy ez már közelebb áll a valósághoz, és képzeljük el azt is, hogy bizony találtak már olyan bolygórendszereket, ahol kettes csillag körül, pontosabban kettős csillag körül keringenek bolygók. No de lakható lehet egy ilyen bolygó? Mik lehetnek ott az életfeltételek? Egyáltalán a Tatooine, ez a sivatagos, kietlen világ miről árulkodik nekünk, amikor elrepülünk fölötte, vagy éppen visszatekintünk rá Millennium Falcon egyik ablakából? Vajon milyen bolygó lehet? Sajnos itt egy animációt lehetne látni, ez a laptop nem képes megjeleníteni. Itt lényegében egy kettős csillagrendszert láthatnánk, ahol két nagyon szorosan egymás körül keringő csillag körül egy Szaturnusz-szerű, pontosabban Szaturnuszhoz nagyon hasonló gázorjás kering. Igen messze kering a két csillagtól, épp olyan messze, hogy egy úgynevezett relatíve stabil bolygópályán kering a két nagy gázgömb körül, és miközben kering, éppen annyi energia éri a külső felhőzetét, hogy körülbelül mínusz 100 Celsius fokos, nagyon kellemes strandidő uralkodik a felszínén. Hogyha mondjuk a Titánon élnénk a Szaturnusz egyik holdján, akkor egy nagyon kellemes hőmérsékletnek tartanánk a mínusz 100 Celsius fokot egy olyan helyen, ahol akár mínusz 180, mínusz 200 Celsius fok is lehet. De mi nem a Titánon élünk, hanem a Földön, ez számunkra ez a hőmérséklet hát nem túl tolerálható. Ráadásul egy gázorjásra leszállni nem a legszerencsésebb dolog, mivel nincs szilárd felszíne. Ezek az égitestek elég sűrűen fölbukkannak a Star Wars világában, hogy csak egy példát említsek, például a Bespin nevű gázorjás,
melynek a légkörében ott lebeg Cloud City, felhőváros. Ugye a Birodalom Visszavág egyik legszebb helyszíne szerintem. Illetve gázorjásokat máshol is találhatunk, például a Yavinnak, a Yavin rendszerében is van egy, és a Yavin nevű gázorjás körül a Yavin 4-es hold kering, tehát az új reményben, amikor megy a halálcsillag elpusztítani ugye a lázadók bázisát, a gonosz lázadókét, akkor szépen lehet látni, hogy ér ki a Yavin nevű gázorjásnak a takarásából, és már bizony majdnem sikerül elpusztítani a halálcsillagot, amikor szabotálják a terroristák, és elpusztítják ezt a csodálatos kis szerkezetet, és nem sikerül a bátor birodalomnak ez a tette. Szóval, lényegében, visszatérve a valóság világában, a Kepler 16b nevű csillagrendszer lehetne vajon? Ez a 2011-ben felfedezett rendszer lehetne vajon a Tatooine-nak az otthona? Hát nem. Nem, sajnos nem. Érdekesség, hogy a galaxis csillagainak több mint 60%-a kettes csillag. A naphoz hasonló magányos csillagok relatíve ritkák a galaxisban. Ez érdekes. Például a hozzánk legközelebbi csillag, a Proxima Centauri is egy hármas csillagrendszerben kering, ahol a két komponens egymáshoz nagyon közel, és a harmadik csillag nagyon messze kering a két nővére körül. Mikor lehetséges egy kettős csillagrendszerben mégis egy Tatooine-hoz hasonló lakható bolygót találni? Nos, az meg kell vizsgálnunk a kettős csillagoknak lényegében egy kicsit a dinamikáját, hogy hogy működnek. Hát nézzük csak meg. Ugye akkor lehetséges egy stabil bolygópálya, hogyha a két komponens, a két csillag, mint ahogy láttuk is a Tatooine napjait, nagyon közel keringenek egymáshoz. Ez a Föld, illetve a Nap átlagos távolságának a nagyon kis részére kell, hogy gondoljunk. Tehát ez a távolság kb. 150 millió kilométer, és ennél sokkal közelebb kell keringenie a két komponensnek egymáshoz, ahhoz, hogy a bolygó úgy érezze, hogy relatíve csak egy nagy égitestnek a gravitációs terében kering. De még így is, az így felfedezett exobolygókkal az lesz a probléma, hogy bizony, amikor mondjuk a kisebb komponenshez kerülnek közelebb, vagy a nagyobbhoz, akkor egy kicsit eltér a gravitáció, ezért aztán a bolygópálya nem lesz olyan tökéletes, vagy majdnem tökéletes, mint ami az élet számára, pontosan a földi élet számára megfelelő. Mit jelent ez? Olyan klimatikus változásokat eredményezhet ez egy ilyen bolygónak a légkörében, illetve élővilágában, mely globális jégkorszakokhoz, globális felmelegedésekhez vezethet, tehát klímakatasztrófákhoz, melyek az olyan intelligens élőlények, mint például a dzsavák, azok a kis gyűjtögetők, akik állandóan gyűjtik a hulladékot, vagy a buckalakók megjelenéséhez, akik egyébként Luke-ot is megpróbálják kinyírni egyszer, azoknak a megjelenéséhez bizony nem elegendő. Mi történhet még? Nézzük csak. Lehetséges olyan, hogy a két csillag között egy ilyen nagyon érdekes pályán szépen, úgymond táncol ez a bolygó. Ez egy tökéletlen bolygópálya. Ilyen rendszerekben legtöbb esetben előbb-utóbb vagy kirepül a bolygó a rendszerből, vagy belezuhan valamelyik csillagba, vagy olyan pályára kényszerül, mely olyan szinten kaotikus, hogy lehetetlenné teszi nem csak a fejlett élet kialakulását az adott égitesten, hanem egyáltalán a bakteriális, tehát a mikroszkópikus élet megjelenését is. Tehát elméletileg, miután találtunk már néhány kettős csillag körül lényegében bolygókat, lehetséges, de csak lehetséges egy Tatooine-szerű világnak a létezés, egy olyan világnak, ahol élet alakulhat ki. De egy ilyen világról azt kell tudnunk, hogy soha nem lesz tökéletes az élet számára. Ha megnézzük a Tatooine-t, a legjobb példa rá. Mi történt a Tatooine-nal? Miért nincsenek rajta óceánok? Mondják erre azt, hogy sivatag bolygó. Na, hát a Dűnében az Arrakis is sivatag bolygó. Persze, persze, így van. De miért érdekes ez számunkra? Azért, mert a Tatooine-on mi nem csak baktériumokat látunk, nem a baktériumok támadnak meg minket, hogyha leszállunk, hanem a buckalakók, a Tuskenek,
akkor vannak banták, azok a nagy hátas, szőrös állatok, melyeken a buszkalakók lobagolnak, van ópi, van rontó, különböző kisebb-nagyobb emlősök élnek azon a bolygón, vannak sivatagi egerei, van egy szárlek nevű sivatag élőlény, mely odakint kebelezi be az áldozatait, egyébként az a világűrből került oda, tehát ez nem őshonos élőlény a Tatooine-on. No de, ez arra utal, hogy a Tatooine-on egykoron egy igen színes úgynevezett biodiverzitás uralkodott. Nagyon sokféle élőlény volt jelen, és most is van jelen. És mi történt a Tatooine-nal? A Tatooine elsivatagosodott. A Tatooine eredetileg egy óceánokkal borított bolygó lehetett. Miért gondoljuk ezt? Ha megnézzük a Star Wars első részét, pontosabban a fogatversenyt, mit fogunk ott látni? Az, hogy kanyonokban, sőt egy-két helyen kiszáradt folyómedreken vágnak át. De ugyanezt az Új Remény című epizódban is, amikor például R2-D2 elkóborol 3-3PO-tól, ugyanezt láthatjuk, hogy hasonló helyszínen kapják el R2-t a Javák. Tehát amikor lelövik az elektromágneses fegyverükkel, akkor lényegében egy kiszáradt folyómederben vannak. És mire utal ez? Hogy lényegében a Tatooine egy Marshoz hasonló világ. Ugye a Marsról is tudjuk, hogy egykoron voltak óceánjai, vizei, folyói, sőt esők is mosták ezeket a földeket egykoron. Ugyanez a Tatooine esetében is igaz, de mi történt a Tatooine-nal? Két magyarázat is van erre. Az egyik, hogy a Tatooine-nak nem volt elég erős a mágneses tere, vagy egy kicsit kisebb a tömege a Földhöz képest, és nem volt elég nagy gravitációs tere ahhoz, hogy rendesen meg tudja tartani a légkörét, és lényegében egyfolytában szöknek a gázok a Tatooine légköréből, és amikor följebb emelkednek ezek a gázok a légkörben, akkor a Tatooine csillagaiból érkező nagyon erős sugárzás hatására hidrogénre és oxigénre bomlanak, és bizony ezek a hidrogén ilyenkor szépen el tud szállni a magas légkörből, míg az oxigén ott marad bizonyos mennyiségben, és az is tanúskodik róla, hogy már csak a Tatooine-on, már csak a légkörben található meg némi vízpára. Miért? Ezt honnan tudjuk? Hát Luke hol él? Egy párafarmon. Ugye? Párafarmon él. És mit mond neki Owen bácsi, hogy még maradj az idényre, hogy a betakarítást el tudjuk végezni. Hát Luke-nak baromira nem tetszik, mert el szeretne menni tovább tanulni. Tehát Owen bácsira nagyon be van rágva, hogy lényegében vizet kell lefejtenie ezekből a szerkezetekből. Azok a henger alakú szerkezetek a sivatagban, azok lényegében a Tatooine légköréből vonják ki a nedvességet, és ezt a nedvességet gyűjtik össze. Tehát ezek valamiféle kondenzáló szerkezetek. És innen is tudjuk, hogy már csak a bolygónak a légkörében található némi vízpár, és ezt gyűjtögetik az ott élők. Tessék? Nem tudom, az a kék tej. Az banta tej. Nem tudom sajnos. Szóval a lényeg, hogy ha megnézzük a Tatooine-t, és megvizsgáljuk a csillagrendszerét, akkor egyenes lesz a válasz ahhoz, hogy a másik lehetőség az, hogy a Tatooine-nak a pályája állandóan változik a két csillag körül. Hiába viszonylag stabil, mondjuk évmilliárdos tekintetben relatíve stabil a bolygó pálya, a Tatooine pályája a kettes csillagrendszerben, de olyan ingadozásokat mutat. Egyébként érdekes, mert a Föld pályájában is vannak ilyen ingadozások, ciklusok. Mely ciklusok végén több esetben eddig jégkorszakok, vagy éppen felmelegedési periódusok követték egymást a földtörténet során. És ezek nagyon pici elhajlások, de gondoljunk bele, hogy egy kettős csillagrendszerben, ahol egy nagyobb és egy kisebb komponensű csillagnak a gravitációs tere, melyek eltérőek, rángatják a bolygót, sokkal erősebb hatásoknak van kitéve a Tatooine. Tehát hosszú távon a Tatooine-t ilyen hatások érik, és hiába volt egykoron vizes a múltja, tehát relatíve mondjuk egy 3-4 milliárd éven keresztül a Tatooine-nak relatíve fix lehetett a bolygópályán. Én úgy képzelem el, hogy talán kijebb keringett egy kicsit a lakhatósági zónában, és később került be, kicsit közelebb a két komponensű csillaghoz, és bizony, amikor közelebb került, akkor kezdett elsivatagosodni, elszökni a víz a légköréből, illetve elszökni a légköre, és mi történne, ha mondjuk a Star Wars eseményei után mondjuk néhány millió évvel felkeresnénk a Tatooine-t? Képzeljék el, hogy egy olyan világot találnánk, mint a Mars. Tök durva. Lényegében a Tatooine egy Mars fejlettségi szintjéhez hasonló világgá fog válni. Előbb-utóbb le fog hűlni, elszökik a légköre, a légnyomás a mi földi atmoszféránknak épp hogy az ezredét fogja elérni.
hihetetlen világgá fog alakulni. Lényegében a Tatooine egy haldokló világ. Ha ehhez hasonló világ, a Hutt is, csak ott azért még van remény a túlélésre, a Tatooine-nál nincs. Tehát mi a válasz arra? Hát lehetséges, hogy találhatunk Tatooine-hoz hasonló világokat, de hogy létezhet-e rajtuk intelligens élet hosszú távon, mert hosszú távon stabilnak kell lennie ennek a bolygónak ahhoz, hogy létrejöhessen rajta az élet, az már más tészta. Nos, és az utolsó előtti dián elértünk a valósághoz legközelebb eső helyszínhez az egész Star Wars univerzumában. Úgy állítottam össze eleve az előadást, hogy szépen közeledjünk egyre jobban a valósághoz, és már mindjárt a valóságban vagyunk, ugyanis van egy hely a harmadik részben, a Sithek bosszújában, és ez a nagyon kedves világ a Mustafar. A Mustafar nevű hold, mert ez egy gázorjás körülkering, azt kell róla tudni, két fontos dolgot. Egyrészt Darth Vader nagyúr itt küzd meg áruló barátjával, Obi-Wan Kenobival, és sajnos itt válik kibernetikus élőlényé, lényegében egy kiborgá ennek a csatának következtében, és később az uralkodó elrendeli neki, hogy ott éljen egy óriási citadellában, ezt egyébként a Zsivány egyesből tudjuk, ugye ott van egy nagyon szép kastélyban él a nagyúr a Mustafaron, hát szerintem kicsit emlékezteti rá, hogy bukott el Obi-Wannal vívott csatája közben, és ezért is él ott. Tehát Mustafar ezért vonult be a Star Wars rajongóknak az emlékezetébe, mert ez egy ikonikus világ. De nem csak azért ikonikus és érdekes számunkra, mert itt küzdött Vader és Obi-Wan, hanem azért is érdekes számunkra, mert ez a bolygó, illetve ez a hold bizony a mi naprendszerünkben is létezik. No, de nem olyan formájában, ahogy mi elképzeljük, ugyanis a mi naprendszerünkben csak egy helyen alakult ki viszonylag intelligensnek nevezhető életforma, ez a földbolygó. Viszont azon a holdon, amit most mindjárt meg fogok önöknek mutatni, nem alakult ki semmilyen élet. Viszont a Star Wars univerzumában, a Mustafaron viszont igen. És melyik lehet ez az égitest? Hát nézzük csak! Ez bizony az Io nevű hold. Ha ma este szerencsénk lesz, és nem fog beborulni estére, meg tudjuk önöknek mutatni ezt a holdat a távcsövekben is. Ugyanis képzeljék el, hogy ezt a Földről is lehet látni, ezt a holdacskát a Jupiter körül. Ez a Jupiternek a naprendszerünk legnagyobb gázorjásának a legbelső holdja, és azért testvérbolygók, pontosabban testvér égi testek, ez a két világ, mert mind a kettő az egyik legaktívabb vulkanizmussal rendelkező égitest. A mi naprendszerünkben az Io nevű hold a legaktívabb, legvulkanikusabb égitest. Képzeljük el, vulkanikusabb, mint a Föld. És a Star Warsban a Mustafarról is azt kell tudni, hogy lényegében lávatengerek, lávafolyások uralják, és ezekből a lávafolyásokból a feltörő fémes anyagot termelik ki. Lényegében ez egy bányavilág, ez egy ipari világ, ahol bányatevékenység, ipari tevékenység folyik. Hát az Ion semmiféle ipari tevékenység nem folyik, viszont itt nem nehéz fémek bugyborékolnak föl a holdnak a belsejéből, hanem kén. Képzeljük el, hogy a Jupiternek is van egy nagyon halvány úgynevezett porgyűrűje. Ezt a porgyűrűt a körülbelül holdunk méretű égitestnek a vulkánjaiból kiáramló kénes anyag tölti föl újra és újra. Képzeljük el, hogy olyan pici a szökési sebesség ezen az égitesten, illetve olyan pici a gravitációs tere, hogy igazság szerint, ha kitör egy vulkán, akkor annak az anyaga több száz kilométerre eltávolodik a holdnak a felszínétől, és Jupiter körüli pályára tud állni ez a por. És mai napig is ott kering. Fantasztikus egy világ. Ha közelebbről megnézzük, szépen lehet látni az űrszondáink felvételén még a kitöréseket is. Infravörös felvételeken láthatjuk, hogy teli van pöttyözve vulkánokkal. Egy-egy ilyen vulkán közelében 600-700 Celsius fok is lehet. És képzeljük el, hogy tavak, tengerek is vannak, pontosabban tavak vannak ezen a holdon, méghozzá kéntavak, forró kéntavak, kén folyások, folyók is vannak. Hát ezeknek a partján nem szívesen vikkendeznék a családommal, no de a Star Wars univerzumában megtaláljuk ugye ennek a megfelelőjét. Tehát nagyon érdekes, hogy azért találhatunk a Star Warsban olyan világot, ami számunkra ismerős lehet. De
hogy alakult ki a Mustafaron intelligens élet. Ugyanis képzeljék el, hogy van intelligens élet a Mustafaron, a Mustafárnak a lakói föltűnnek a filmben. Persze csak háttérben, amikor Vader kiszáll a siklójából, lehet látni, hogy valaki megnézi, pontosabban több alak megnézi. Azok a nyúlánk élő lények a Mustafaron, azok a Mustafárnak az őshonos életformái, pontosabban intelligens lényei. Egyébként állatok is élnek a Mustafaron. Miért? Erre egy olyan elmélet született, hogy eredetileg a Mustafár kijebb keringett a gázóriása körül, egy külsőbb pályán, és elkezdett egyszer csak beljebb sodródni, és miközben elkezdett beljebb sodródni, a gázóriásnak a gravitációs tere a holdacskának, pontosabban a Mustafárnak a magját, akárcsak az Io esetében, elkezdte szépen a gravitációs erejével gyúrni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha lenne egy ekkora körülbelül gyúrma tömbünk, és elkezdenénk szépen összenyomogatni, addig nyomogatnánk, addig gyúrnánk, míg az át nem melegedne teljesen. Ezt úgy is szokták mondani, tudom, hogy az árapály energia lényegében az árapály jelenség, mely a mi holdunk esetében, holdföld rendszer esetében is megvan, ugyanez ebben az esetben a Mustafár, illetve az Io, a mi Jupiterünknek a holdja esetében is működik, és lényegében azért a legaktívabb vulkánokkal rendelkező égitest naprendszerben az Io, mert a Jupiter hatalmas gravitációs tere állandóan arra kényszeríti a magját, hogy meleg legyen, forró legyen, és ezért aztán sosem tud megnyugodni ez az égitest. És a Mustafar esetében, ahogy egyre közelebb került a gázóriásához, egy idő múlva ez a folyamat, ez a vulkanikus folyamat átlendült egy olyan veszélyes határon, mely után már elkezdett mérgezővé válni a bolygó légköre, és elkezdett átváltozni. De ez azelőtt történt, miután már kialakultak az intelligens életformák a bolygón. Tehát ez az elmélet arra, hogy a Mustafar eredetileg nem volt az a pokoli és elaggott világ, mint ahogy a filmben látjuk. A Mustafar is lényegében egy haldokló világ. A Star Warsban rengeteg haldokló világot láthatunk. Nagyon érdekes. És ez a bolygó áll a legközelebb. És hát az legutolsó diám, talán az egyik legérdekesebb dia, és a legérdekesebb sztorit fogja elénk tálalni az egész Star Wars univerzumában, méghozzá az elmúlt időszakban, pontosabban az elmúlt évtizedekben volt egy városi legenda, mely keringett össze-vissza, neten is lehetett róla olvasni, egy-egy könyvben is fölbukkant, méghozzá az, hogy a Szaturnusz egyik holdja, a Mimas, mely egy aprócska jéghold, és van egy nagyobb krátere, melyet úgy hívnak, hogy Herschel kráter, bizony ez a holdacska ihlette a halálcsillagot. Tehát George Lucas ennek alapján alkotta meg a halálcsillagot. És képzeljék el, hogy ez évtizedeken keresztül, ez a legenda, ez szépen ment, kisebb-nagyobb változtatásokon esett át, mint ahogy a legendák szoktak is, de lényegében megmaradt, és minden sokan mondták azt, hogy igen, ez így történt. Hát a valóság nem így. A valóságban nem így történt. A valóságban az történt, hogy ezt a holdat csak az 1980-as évek elején fedezték föl. Még a Star Warsot mikor mutatták be? 1977-ben. Tehát három-négy év eltelt a kettő esemény között. A holdat már ismerték korábbról is, de a kráterét, a Herschel krátert nem. Tehát azt csak a Voyager űrszondáknak köszönhetjük ezt a felfedezést. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, és a legutolsó történet az előadásomban, és ezzel is szeretném zárni az előadásomat, ezzel a kis városi legendával, és remélem, hogy amúgy tetszett az előadás, és hát az erő legyen veletek, és ezt most úgy mindenkinek mondom, és egyébként meg köszi a figyelmet. Úgyhogy köszönöm szépen, ha kérdés van, csak tetszett.